Nem téveztet lépést a Balkány, tavasszal továbbra is 100%-os Mirgai László együttese. A bajnoki döntőnek is beillő rakamazi meccs után, amelyet 2-0-ra nyertek a vendégek, a Nyírvasvárit 12-1-re győzték le Bogdanovicsék, akik a legutóbbi fordulóban a harmadik helyen álló Kótai otthonában léptek pályára. A rangadón 1-0-ás félidő után 3-0-ra nyert a Balkány. Nehéz meccs volt, mert egy rangadót játszottunk a harmadik helyzet ellen, és nagyon felszívták magukat, jól védekeztek, agresszívak voltak, elég rosszul védekeztünk, viszont támadásban nagyon jól teljesítettünk, 3 kapufát rúgtunk, a kapusuk nagyon sok bravúrt vitt fékhez. Ennek ellenére nehezen született meg az első gól, de aztán utána, amikor az megszületett, akkor onnantól kezdve már nyerekben voltunk. A bajnokságból még 4 forduló van hátra, és a Balkán jelenleg 76 ponttal áll a tabella élén, a 72 pontos rakam az előtt. A nyomás egy kicsit enyhült, de nem teljesen. Most is megvan a nyomás, hiszen 4 meccset kell nyernünk ahhoz, hogy bajnokok legyünk. Én azt gondolom, hogy a rakamazi volt a döntő. Ezt a 4 meccset én bízom benne a csapatba, hogy most már lehozzuk, és akkor a Nyíribrony ellen már bajnoki címet ünnepelhetünk, de hát addig még van egy nehéz mérkőzésünk hétközben is, hiszen Magyar Kupa döntőbe szeretnénk jutni, és Sényő ellen ez nem lesz egyszerű. Volt tanítványom, Ember Roland vezérletével jó szerepelnek a Sényőiek, úgyhogy otthon megint egy nagy tettet kéne véghezünni a holnapi nap ahhoz, hogy még egy trófeát esetleg be tudjunk gyűjteni, és hát ezt nagyon szeretnénk. A Balkán-Sényő mérkőzés szerdán 17 órakor kezdődik. A másik elődöntőben a rakamaz a megyei első osztályú Nagyecsedet fogadja. Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. A megyei kupa fináléját június 8-án rendezik a Nyíregyházi Városi Stadionban.